tervez lépéseket, vagy milyen lépéseket tervez annak érdekében, hogy a pedagógusok presztízsét növelje, és egy kicsit jobb hangulatban tegye ezt a munkát. Ilyen és ehhez hasonló kérdések is érkeztek a köznevelésért felelős helyettes államtitkárhoz az országos igazgatói konferencián. Sipos Imre a rendezvény előtt híradónak azt mondta, azzal a céllal hívták életre a roadshow-t, hogy megfelelően tájékoztassák az iskolaigazgatókat a köznevelés aktuális változásairól. Február elején létrejött a köznevelési kerekasztal, azóta már számos plenáris ülésére került sor. A köznevelési kerekasztal plenáris ülései között működnek a köznevelési kerekasztal szakmai munkacsoportjai, tehát számos olyan információ van, amit át tudunk adni a kollégáknak. Szeretnénk ezekkel az információkkal őket első kézből ellátni. A konferencián részt vett Győr alpolgármestere is, aki szintén a rendezvénysorozat fontosságát hangsúlyozta. Dr. Somogyi Tivadar szerint sok félreérthető információ kering a pedagógusok között, ezek tisztázására pedig kiváló alkalmat biztosít az esemény. Szerintem a pedagógusok között elég sok tévinformáció van. Elsősorban azok a hangadók, akiket én most nem akarok megnevezni, félreinformálják a pedagógusokat. Ugyanakkor a pedagógusoknak és itt iskolaigazgatók lesznek, igényük az, hogy halljanak arról, hogy igaziból miről van szó, halljanak arról, hogy hol tartanak ezek a megbeszélések, és szerintem lenyugodnak a kedélyek. Az alpolgármester hozzátette, a pedagógusoknak is igazuk van, azonban a kissé kaotikus helyzet kialakulásához elsősorban az vezethetett, hogy bizonyos politikai erők meglovagolták a köznevelésben felmerülő problémákat. A megoldáshoz talán az országos kezdeményezés is hozzájárulhat. Sipos Imre előadása zárásaként elmondta, mi jellemzi az általuk elképzelt oktatási intézmények pedagógiai kultúráját. A bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek tanuló fejlődését biztosító sokoldalú követelmények igazgató értékelés jellemzi. Én nagyon remélem, hogy biztatom Önöket arra, hogy a 21. század a jövő iskolája az ilyen legyen. A cél ezek mellett az, hogy a diákoktól a pedagógusokig mindenki jól érezze magát a bőrében. Ennek érdekében hosszú távon szemléletváltásra, stratégiai tervezésre, szerkezeti megújulásra, korszerű szabályozásra és irányításra, valamint a pedagógus képzés és továbbképzés felzárkóztatására van szükség.